Nos, akkor kellemes szombat délután kívánok ismételten mindenkinek. Nem fogom elmondani azt a kötelező kört, hogy vajon miért szívtam, úgyhogy ez most kimarad. Itt mindenféle mikrofon hangerő monitorozgatási próbálgatások közben. Úgyhogy azért én majd szeretnélek kérni benneteket, hogy a szokásos módon továbbra is léci, majd ha valami arányaiban nagyon nem jó a hangnál, akkor szóljatok. De körülbelül ez lesz most végig így a hangerő, most egyből már a játék zenéjével indítunk. Nagyon jó kis animált hátteret találtam, és itt látható, hogy ki a készítő nagyon ügyesen megcsinálta. És akkor miről is lesz ma szó? A Tűzhegy varázslójával fogunk most játszani, ezzel a régi, ez is ilyen lapozgatós könyv. Az eddigiekkel ellentétben, ahogy már megszoktátok az előző játékok során, ez a verzió ez nem annyira lapozgatós lesz, és nem lesz annyira olvasgatós, hanem inkább, na, profi, majd meglátjuk, 3D, ha meglátjátok, 3D-s ilyen bábúval lépkedős, a Tin Man Games ismét nagyot alkotott, és remélem, hogy maradnak majd ennél a játékmotornál, ha lesz türelmük megcsinálni így a többi játékot is, vagy még ilyen játékokat, mert nekem ez nagyon bejön szerintem, piszok látványos és nagyon szórakoztató így játszani. A harcrendszer is egészen érdekes lett, nem csak kockadobálásból áll. Azt szeretném kérdezni ismét, gyorsan állítottam a chatet, hogy minél jobban tudjunk interaktálni egymással, hogy szeretnétek, hogy felolvassam a háttér történetet ebből a könyvből, vagy ugorjunk bele magába a játékba egyből, és nézzük, hogy ott mit tárnak elénk. Egyébként ezt azt hiszem talán 1982-ben adták ki legelőször ezt a játék, ugye Steve Jackson és Ian Livingstone a nagy alkotópárostól van ez a könyv is, és talán ez is az egyik legjobb, szerintem talán ez is meg a korai időszakból való. Jó lesz van ennek utána nézni, nem merem azt mondani, nem is tudom, ez hanyadik volt, de talán az első háromban benne van a Tűzhegy varázslója. Jöhet a játék. Jó, hát akkor most nem olvasgatunk itt hosszasan, egyébként két oldal lenne, azt hiszem, talán összesen itt a sztori, de akkor engedjük ezt el, és vessük bele akkor magunkat a játékba, ami itt is van. Nos, én egyébként megpróbáltam először úgy játszani ezt, hogy ebben a kis könyvben megpróbáltam követni oldalra-oldalra, és nagyon hamar elvesztem. Nem igazán lehet e szerint követni. Feldúsították a játékot, plusz szobák vannak benne, plusz utak. Itt írja Blaze Cartwright, hogy az első volt. Akkor jól emlékeztem, hogy ez volt az első, nem az, amit a múltkor játszottunk. Köszönöm az infót. Nos, hát akkor ezt most, szerintem ennek van sima verziója, és ha valahol fogjuk majd játszani a nagyon hosszú olvasgatót, majd akkor elolvasom. Most itt félre tesszük, és nézzük meg, hogy mit kínál számunkra a játék. Na, nézzük valahogy, ha vissza tudom terelni a sorsomat ide a játékba, így sikerült. Még annyit kérdeznék, hogy ugye látjátok a kurzort, mert arra lehet szükség. És akkor még lehet lejjebb jönni, hogy a chatet én jobban lássam. Látszik a kurzor is, remek, akkor most már csak nem tud minket semmi megakadályozni abban, hogy... Na, itt először is, itt az extráznál, itt egyébként el lehet olvasni. Van valamiféle térkép is, de ez csak egy ilyen nagyvonalú térkép, hogy ezt minek szánták, azt nem tudom. Itt van az a megszokott jó régi karakterlap. Szóval ez itt van egy ilyen térképünk, illetve itt, aki szeretné, el tudja olvasni a kalandjáték kockázat, vagy angolul fighting fantasy játékoknak a múltját. Ez már azt hiszem az előző játékban is benne volt, illetve Timeline of Fighting Fantasy, itt pedig, itt lát, igen, valóban ez volt a legelső, és a Forest of Doom, amivel a múltkor játszottunk, az a harmadik volt, közte van a Chaos fellegvára. Én ezzel szeretnék nagyon játszani a Starship Traveler-rel, de már linkelték is nekem, úgyhogy ezt is majd egyszer sorra kerítjük.
De most itt aztán más nem is tudok mutatni az extrázban. Optionsben itt meg lehet változtatni, hogy hogy nézzen ki a szöveg, mekkora legyen, meg ilyesmi, ahogyha valakinek az olvasás nem kényelmes, illetve az arányokat. Más nem kínál, nem ad lehetőséget másra, hogy az optionsben tweakeljünk a játék. És akkor indítsunk egy új játékot, Story. A Gauntlet az egy teljesen más játékmód, sőt ahhoz még játszani is kell, hogy azt engedje a játék játszani. Úgyhogy akkor nézzük a Story módot egyből. Itt van ő. Akárki is ő. És nagyon jó, a játék üzenetrendszere az egy ilyennel van megoldva, ilyen pici kis cetliket ad a játék, nincsenek túl hosszú szövegek benne. Viszont magyarítást nem találtam, hogy ti tudjátok magatoknak olvasni, én majd megpróbálok egy nagyjáboli fordítást adni. Na és mi most... Ja, itt meg lehet kérdezni, hogy ki ő. És akkor itt elmondja, hogy ő a lelkek őrzője, és hogy ő lesz a mi kalandmesterünk itt a játék során. És itt aztán ad egy kis szummázást arról, hogy sokan léptek már be ide a tűzhegybe az elmúlt 30 év alatt. Sokan jártak már ezeken sokan olvasgattak már erről a dologról, megvívtak a szörnyekkel, és hogy a számtalan csapdával is küzdöttek, csak azért, hogy Zagort a varázslóval birokra tudjanak kelni. Hú, ez jó lesz, ezt így kell végigfordítani, már alig várom. Na innen jött egyébként zagor.hu, ugye valószínűleg innen jött a neve, mert a legelső könyvben ezek szerint ő a varázsló. És akkor itt elmondja, hogy van skill, stamina, szerencse és mindezek mire jók. Ezt most ne vegyük át, mert a múltkori adásban már ezt láthattátok, amikor ilyen játékot játszottunk. Úgy néz ki, hogy te vagy a következő bátor lélek, aki nyakába veszi a hegyet és mindazt, amit tartalmaz. És akkor először is választanunk kell egy hőst, hogy ki az, akit viszünk magunkkal a hegybe. Na ez már szokatlan, hogy hős választásra van lehetőség egy ilyen játékban. De ne legyél nagyon megnyugodva így a választásoddal. Mert ugyanis itt az ösvények azért eléggé fondorlatosak és nem valószínű, hogy el fogunk jutni a végére. És az anyag, hogy itt a lelkeiket kell elhozni azoknak, akikkel találkozunk. Ennek a hölgyeménynek ott fönt. Mert minden híró, minden hős a saját questjét kapja itt Zagor hegyében. És akkor itt lehet választani a hősök közül. Mutatom, kik vannak. Itt van Lunika. És akkor itt ad egy kis leírást a hősről magáról. Szerintek, hogy ezeket végigolvassuk, vagy térjünk a lényegre? Minden hősnek vannak tulajdonságai. Szia, Bálint! Minden hősnek vannak tulajdonságai. Neki egyrészt nagyon éles a szeme. Más, olyan dolgokat is észrevesz, amiket már elkerülnék mások figyelmét. És ő ügyes, meg gyors. És itt láthatók az értéki, ugye ez egy közepes stamina, a skill-je szerintem picit kicsi és közepes a szerencséje. Ami érdekes, hogy itt különböző támadásokkal rendelkeznek a hősök, és itt van, hogyha ahol mi állunk, ahhoz képest hova tudunk támadni, és sokszor vannak speciális támadások is, mint ahogy Lunikának van mérgező támadása is. Ezt a két mező tudja mérgezni, hogyha valakinek beviszott találatot, akkor az meg lesz mérgezve. Aztán rendelkezésünkre áll még Dekion. Erősen, kicsit jobb staminával és kicsit jobb értékekkel. És neki a két képessége, ő is gyors, ügyes, pontos, és neki ugyanaz a képessége, mint az előző hősnek érdekes mód. Támadások terén szerintem kicsit másokkal rendelkezik.
ugye itt az érdekes, hogy kettőt sebez, hármat sebez, és aztán még valamelyik irányba el is lehet mozdulni vele. Itt van Alexandra, Black Sandből, aki educated. Na most, ha én súgatok egy kicsit, az nekem már sokszor jól jött ebben a játékban, hogy educated a karakter. Úgyhogy nem árthat, hogyha nem egy dumbass hülyével megyünk neki. És ő szerencsés, ugye múltkor láthattuk már ezekben a játékban a szerencsés sok. És egész jó értékekkel kezd, 10-es skill-lel, 18-as stamina-val és luck-kal. Én őt választanám, bevallom. Támadásai átlagosak. 3-at tudod a odébbi szúrni, 2-vel arrébb. Meg van ilyen short támadása is nekem. Ő mondjuk úgy szimpi. És itt van még Arran, a keleti barbár. Vagy kicsoda. 20-as stamina. Kicsit hitványabb értékek megint. Viszont ő még olvasni sem tud. Nem az erősségünk az olvasás. Viszont félelmetes megjelenése esetleg megremegtetheti a lábát egyeseknek. Hát én ennek nem tapasztaltam még nagy használat. Támadásait tekintve van egy ilyen, hogy önmaga köré tud támadni. Ez meg, hogy aztán előre tör. Szóval ők állnak rendelkezésünkre. Ha gondoljátok, írjátok meg, hogy kire szavaztok ki, melyik hőst választok. Van még többször hős itt egyébként, de őket vagy meg kell nyerni a játék során, vagy meg kell vásárolni. Úgyhogy igazából a játék egész jó újrajátszhatóságot ad, mert más hőssel más a játék, tehát igen sok hőscsoport található itt. És minden hősnek egyébként van egy kis saját története. Itt írjátok, hogy legyen a csaj. Szia, Szilárd. Legyen a csaj, akkor addig, amíg még hát, ha mások írnak, elmondom az ő sztori akkor, hogy a hősnő, a hős, vagy a harcos, akit Alexandra Blacksandnek hívnak, arról híres. Sok kalandjáról híres, hülye az angol szórendje. Alencia több táján is ismeretes az ő neve, egy hírhedt harcosról van szó. Nem számít, hogy hol is van. Mindenhol kiváló szimattal érzi meg a bajt és az aranyat. Egy tapasztalt kalandozó, jó kartforgató kézzel. Jó érzékkel érzi meg a veszélyes szituációkat, mielőtt még azokba belekerülne. És egy nagyon jó hírnévre tetszett azáltal, hogy gyorsan viszi véghez a különböző questeket, és diplomatikusan hajtja azokat végre, anélkül, hogy szükségtelen konfliktusba kerülne bele. Jó, még egy Alex, hát akkor legyünk ő vele. Akkor el is mondtam az ő sztoriát, és akkor essünk neki a dolognak. Válasszuk őt. Így van, és induljunk neki. Tehát akkor Alexandra Blacksandet választottuk. És akkor itt a Travel to Firetop Mountain-t kell megnyomni, hogyha elégedettek vagyunk a választásunkkal. Lehet combat tutoriálban részt venni, ha szeretnék, ezt megcsináltam most, ezzel nem mutatlak benneteket, látni fogjátok, hogy ez hogyan működik. Úgyhogy induljunk is. És ez valami piszlok cuki. Elsétáltunk oda. Nos. Ez a szöveg itt ugyanaz, mint a könyvben egyébként. Érdekes mód. Azt mondja, hogy majdnem összeszummázták. Tehát Enville városának lakói üdri valgással bocsátottak utunkra és érdeklődéssel, ahogy elkezdtük a két napi, ez inkább ilyen nem érdeklődés ez, hanem izgalommal, ahogy megkezdtük két napi utazásunkat a Tűzhegyhez. Olyan kiáltások hangzottak a levegőben, mint hogy tér vissza biztonságban, Alexandra,
legyen a szerencse és az istenek, és az istenek szerencse és a szerencsék istenei kísérjenek utadon. A hírneved még olyan távoli helyeket is bezenget, mint Anvil, tehát ide is eljutott a hírnevünk. Egy misztikus támogatónk, egy varázsló, akit mi csak a Kit néven ismerünk, azt szeretné, hogy egy hatalmas nagy rubint keressünk meg neki, amit úgy is hívnak, hogy a Kyklops szeme, és hogy adjuk ezt oda Zagornak, a varázslónak, aki ebben a hegyben itt a főmufti. Amikor Kiszt a Rubin jelentőségéről kérdeztük, akkor a varázsló csak mosolygott, és csak annyit mondott, hogy majd meglátod. Úgy látszik, ami nekem nagyon tetszett, hogy itt egyébként az általános kincskeresős sztorival szemben minden karakternek egyéni küldetése van. Na ez mondjuk megbonyolítja picit a dolgot. A városlakók, akik a hegy lábánál élnek, félik Zagort. És igen, óckodtak attól, hogy bármi hasznosat eláruljanak, ami abban segíthet, hogy megtaláljuk őt. Mert a saját életüket jobban féltik, hogy utoléri őket Zagor haragja. Vegyes érzelmeket táplálunk a kalanddal kapcsolatban, ami előttünk áll. Csak abban reménykedünk, hogy Keith tanácsai majd hasznosnak bizonyulnak, és hogy nem hagyjuk cserben a helyi lakosokat. Még nem tudom, hogy ők mit várnak ettől az egésztől, mi közük nekik ehhez a sztorihoz. Egy dolog tiszta előttünk, semmiféle szokványos mágia használóval nem lesz dolgunk, tehát nem egy szokványos küldetésre megyünk. Úgyhogy nagyon is résen kell lennünk. Két napba telik, mire elérjük a fenyegető hegyet, aminek ezek a hegyes és éles sziklái egyszerűen természetellenes szögben állnak ki ide-oda. A tetejénél látható ez a furcsa vöröses színű, talán valamiféle növényzet, amiről a nevét is kapta a hegy, hogy a tűzhegy, fire top, hát angolul a tűztetejű hegy. Megközelítünk, egy barlangot közelítünk meg. Amelyik az egyik bejárata ennek a tűzhegynek, amit általában az orkok használnak. Megmarkoljuk a kardunk markolatját, miközben arra gondolunk, hogy miféle veszélyek várhatnak ránk ott előttünk. És kalandunk itt kezdődik. Itt van egy illusztráció a könyvből. Ezek nagyon jó, hogy ezeket mellékelték, így meg is tudjuk nézni az eredeti képet, ami természetesen totál egybevág azzal, ami a könyvben van. Hopp, el ne tűnjek már, hello. De ki is lehet így színezni. Na és akkor nézzük. Akkor nézzünk be a sötétbe. És itt is vagyunk. Tehát sötét, ilyen nyálkás falakat látunk. Mégpedig is ilyen tócsákban összegyűlve a víz, meg a mindenféle nyálka ott előttünk. A levegő hideg és nehéz. Néha ilyen szabad fordítás, majd a nem ismert angol szavakat kipótolom a fantáziámmal. Valami furcsa
hangokat hallunk keletről, úgyhogy ennek hatására meg is gyújtjuk a lámpánkat. És néha így a karakterink is megszólalnak. Hát ezzel az ork szaggal az orromban azt hiszem, hogy itt mindjárt dolgunk lesz néhány ilyen kis bestiával. Az a Rubin ebben a hegyben van valahol ennek a gyomrában elrejtve, úgyhogy majd óvatosan kell kérdezősködnöm, természetesen a kardomat igénybe véve ehhez a kihallgatáshoz. És akkor be is lépünk ide a sötétbe. Nagyon jó ez, hogy itt áll, itt, ez szépen meg van csinálva. Itt vissza lehet nézni, hogyha nem elésztünk a szövegre, és akkor választunk, és mondom, ja itt is választunk, itt mutatja még a térképen is, merre lehet menni. És akkor, mintha egy asztali kis szerepjátékban mennénk előre, lépked a bábúval, és felfedi, hogy merre mi látható. Itt van egy Orcus Maximus. Én keletre mennék, mert hogy arról hallottunk kaparászást. Ti mit gondoltok erről? Egyébként bevallom. Hangarányok jók. Veszt. Én bevallom, hogy az elejét játszottam. És én elmennék keletre, az nekünk hasznunkra válik. Illetve találtam egy térképet is. Ami nem fed föl minden helyet, de esetleg azt is érdemes lehet nézni. Ha gondoljátok, meg is osztom veletek. Ez az a térkép, ha valakinek van kedve, nézheti, és akkor tud nekem súgni. Jobb is, hogyha nem kell ide-oda kattingatnom folyamatosan. Na, akkor menjünk akkor keletre. Itt volt, aki keletet írt, ugye? Igen. Tryman kelet. Na, akkor menjünk keletre. Szakadozik? Ajjaj. Nekem azt írja, hogy itt nincsen gond a sávszélességgel meg egyebekkel. Esetleg... Mi ez? Shift F5-tel? Lehet frissíteni, hát ha akkor jó lesz. Na, menjünk el jobbra. Ez a kaparászó, vagy milyen hang tovább folytatódik előttünk. Ugyanúgy, ahogy hangos léptek zaját is halljuk. Bármi is lépdel, menetel ott elől a folyosón, az minden bizonnyal csak bajt jelenthet. Néhány lábbal előrébb, valahol annak a fénykörnek a határán, amit megvilágít a lámpánk, észreveszünk egy ilyen kis, hát, repedésszerű dolgot, ahova be tudunk bújni. Mit szeretnénk? Bújjunk be, hogy elrejtőzzünk, vagy nézzünk szembe azzal bármi is, ami jön. Bújócskázzunk, vagy bátran vállaljuk azt, ami előttünk áll. Lehet, hogy ez az, amit ide tudnánk így bebújni. Face to face, ajjaj! Muszáj az elején meghalnunk? Állítólag ez egy intelligens nő. Tudod, kerüli a veszélyt. Mások is azt mondják, hogy várjuk be, mi az, ami jön. Addig megmutatom, hogy milyen cuccaink vannak. Van nálunk kard, tőr és 5 adag, ugye provision, ez a ellátmányunk van. Meg van 3 resurrect stone-unk is, amivel föl tudunk támadni. Itt még van egy-két dolog. Itt van, hogy meg kell tenni a Rubint és elvinni Zagornak. A többit azt már láttuk. Előbb ments, aztán fight. Na most szeretném azt az érdekes tényt közölni veletek, nincsen mentés ebben a játékban. Sajnos itt nem úgy működik, mint a múltkor, hogy könyvjelzőztünk és ilyesmi. Nincs mentés, tehát hogyha elbaltáztad, load from local van itt van, de ez nem olyan, nem az. Tehát itt nincs az, hogy nem megyek ki. Itt nincs az, hogy megnyomod a mentést és akkor jól van. Úgyhogy itt sajnos nincs ilyen, úgyhogy jól döntsünk, hogy mi újság. Én elbújnék, én arra szavazok. Eddig egy face-to-face, egy elbújás. Valaki döntse el ezt a dolgot.
Jó, akkor bújjunk. Na, meggyőztelnek. Remélem, hogy itt most óvatosnak kell lenni. Tuk! Jó. Elfújjuk a lámpánkat. És visszafojtott lélegzettel várakozunk a sötétben. Anélkül, tehát úgy, hogy nem tudjuk, hogy hány förmedvény is közeledik, minden bizonnyal jobb lesz, hogyha a szemük elől rejtve maradunk. Véli ő is. Feszülten figyelünk, miközben a léptek zaja közelebb és közelebb jön, és aztán el is halad mellettünk, bujóhelyünk mellett. Anélkül, hogy tulajdonképpen felfigyelnének ránk a léptek zajának tulajdonosai. Na most mit csináljunk? Kiugorjunk a folyosóra és meglepjük azt, ami ott ólálkodik, vagy szimplán csak folytassuk az utunkat keletre, vagy még bújjunk itt egy picit, még jó lesz ez mi nekünk. Gondolom, nem akarunk kiugrani, tehát az úgy fakereszt lenne. Én várnék még itt egy picit. Én erre szavazok. Még kicsit. Jó, akkor bújjunk még egy kicsit. Ahogy a sötétben várakozunk, hallgatjuk, hogy eltávolodjanak a láb... Mi ez már? Lábdobogás? Egy másik hangot is meghallunk. Valamiféle szikla resegést. Ne! Ajjaj. A lámpánk fényét fölkattintjuk, és egy jön a borzadály, hogy jön a borzadály, hogy kimászik a borzadály. Ajjaj. Rock grubs. Nem is tudom, ez mi lehet, valami lények jönnek. Hatalmas, nagy, rovarszerű lények. És a kiáratunk és közöttünk foglalnak helyet, és mindjárt meg fognak enni minket. Úgyhogy mégiscsak itt egy csata lesz. Le kell őket győznünk, és akkor láthatjátok is az első csatát. Na, itt az a helyzet, amikor így billegnek, akkor támadni fognak. Itt van, hogy én hova tudok támadni, és ha egyszerre csapunk a lénnyel, akkor van a kockadobás. Hogyha én nem támadok ő rá, de ő engem eltalál, akkor én sebződöm, ha pedig én ő rá, és ő nem támad, akkor fordítva. Én most megpróbálok kitérni ezzel a támadás elől. Nem sikerült. Hoppá, ő valahogy gyorsabb, itt valami bónusz kap a csávó. Én most megpróbálok ide támadni, tehát itt ez a taktikai rész benne. Ide támadni, abban reménykedve, hogy ő arrébb fog majd csúszni. És sikerült is, és mivel ő mozgott és nem támadott, ezért csak én vittem beütést. Most ők is valószínűleg támadni fognak. Ő biztos, hogy ide csap, úgyhogy nekem érdemes lenne, gondolom én, arrébb húzódni. Bejött. Én most megpróbálom őt itt csapni. Hát nem jött be, mert ő arrébb ment. Ő szerintem csak ide tud támadni. Én most egy direkt közös támadást bevállalok. És ilyenkor jön a kockadobósdi. És ugye nekünk nagyobbat kell dobnunk, sikerült is. Úgyhogy ennek a játéknak ilyen a harcrendszer. Én ide vakon egy támadást intézek, sejtve, hogy közelebb akar jönni. És aztán egy direkt támadást is bevállalva. Nekünk 10 az alapbónuszunk, neki 4, azért illik túldobni. És meg is nyertük a csatát, bár egy-két ütést elszenvedtünk. Na, ilyen a harcrendszerem, hogy írjátok meg, hogy mennyire tetszik, így a chatben. Nem csak vak kocka dobálgatásról van szó. Ugye egy staminát vesztettünk, de gyűjtöttünk 4 ilyen lelket, amit ennek a kalandmesternőnek gyűjteni kell. És akkor le is győztük őket. Letöröljük a kardunkról a ragacsos, fekete vérét ezeknek a förmedvényeknek. Úgy döntünk, hogy most elhagyjuk a búvóhelyünket,
mielőtt még a társaik is megjönnének, vagy még valami sokkal borzasztóbb dolog kerülne elő. Na, akkor folytassuk erre itt az utunkat. Trimen szerint érdekes a harcrendszer. Hát nem tudom, hogy ez jó vagy rossz. Na és hamarosan akkor ugye egy ilyen ajtóban végződik ez a folyosó, ami jöttünk. Megpróbáljuk kinyitni, ellenben az ajtó ellenáll. Behallgatózunk, de ott nem hallunk semmit. Egy kis erővel azért valószínű, hogy keresztül tudnánk jutni ezen az ajtón, gondoljuk mi. Na mi legyen? Rohanjunk neki az ajtónak, vagy rúgjuk be az ajtót inkább, vagy menjünk vissza oda, ahonnan jöttünk. Én a berúgásra szavazok. Ne roncsunk csak úgy be vadul az ajtón. Szerintem rúgjuk be, most igyunk. Nem, ilyen nem volt. Úgyhogy berúgjuk az ajtót. Na, egy hatalmas rúgással berúgjuk és kitárul. Már éppen készültünk volna belépni. Bocs, látom, te is azt hittem, hogy rúgjuk be, de meg kell picit vinni előre a sztorit, ne kelljen mindig megállni. Amikor azt látjuk, hogy ez a szoba valójában egy ilyen nagy meredély van előttünk. Hogyha neki rohantunk volna az ajtónak, akkor minden bizonnyal mostanra már összetörtük volna magunkat. Megvizsgálva ezt a hatalmas nagy ilyen szakadékot. Nem teszem be ez a szó, mi ez? A pit. Látjuk, hogy az oldalán mindenféle kapaszkodók vannak. Úgyhogy nem lehet valószínűleg túl nehéz lemászni. Én lemásznék, ugye ezért jöttünk ide, úgyhogy szerintem másszunk is be. Hopp, itt van ez a barlangszerű dolog. És ahogy szétnézzünk, két barlangbejáratot látunk, amik kivezetnek az ellentétes oldalon. Mindenfelé ilyen eldobott csontok vannak. Némelyikük össze van ragadva valamiféle ilyen nyúlós slime-mal. És most visszagondolunk az oktatásunkra, amit a törpök építészetéről tanultunk. Az alapján, hogy ez az ajtó direkt egy ilyen pitbe vezetett be, minden bizony a törpök arra használták ezt az ajtót, hogy itt valami olyat legyen itt, amit nem kéne, hogy innen kijöjjön, vagy nem kéne, hogy erre járjanak. Na, mi legyen? Benézzünk a baloldali barlangba, benézzünk a jobboldali barlangba, vagy másszunk vissza is. Ez a jó ebbe itt néz, csak tudunk így kukucskálni, hogy ott vannak ilyen tálkák, ellenben ott van valami. Még zoomolni is tudok. Ott van valami lény. Én jól látom, hogy ott lény van. Nem tudom, hogy azzal akarunk-e vitatkozni. Itt pedig nincs lény, itt csak ilyen tálkák vannak. Nézzük meg a tálkát, jó? Belépünk egy kis barlangocskába, ahol ilyen cucc csöpög a tetőről. Büdös van. Rohadó húrszagát érezzük. Ilyen patkányoknak, még talán félig megevett goblinoknak a maradványai, amik ott az egyik sarokban vannak. Van egy ilyen nagy adagnyi hús ott. Úgy néz ki, hogy ami ezt a barlangot használja, az ezt az óriás, a Ardwolfnak a maradványát későbbre tartogatja, hogy megegye. Nem hinném, hogy jó íze lett volna annak a goblinnak. Na, elvigyük ezt a húsit itt, vagy innen magunkkal még jól jöhet, vagy inkább csak menjünk ki. Illetve az is kérdés, hogy szeretnétek, hogy ennyire fordítsak minden mondatot, vagy inkább csak szummázzam a dolgot. Közben vigyük el a húst, jó. Mivel mi magunk nem akarjuk megenni ezt, de ettől még jó haszna lehet ennek, úgyhogy valahol máshol, úgyhogy el is tesszük.
És akkor visszamegyünk a középső barlangba. Elég a summa. Jó, akkor, akkor majd sederjük. Na, megnézzük a másik barlangot, vagy inkább menjünk ki innen, ha már ott úgyis van valaki. Nézzük meg. Ajjaj. Na, nézzük meg. Rálépünk egyet a gombára, meg rothadó húsra itt bent. Bármi is volt itt bent, úgy érezzük, hogy nem ment túl messze az otthonától. Blackson kikötőjében már jobb WC-ket is szagoltunk ennél. Na, körbenézzünk, vagy menjünk innen, hogyha azt érezzük, hogy valami, ami itt van, nem ment túl messze. Én arra szavaznék, hogy hagyjuk ezt az egész bulit itt. Érdekes, hogy miért van itt ez a zászlóka. Szóval ez a rész, erre én már egyből nem emlékszem itt a könyvből. Ha leüljük, jó tudsz van nála? Jó, hát nézzük meg. Olyan ismerős ez a szag. Egy olyan kaland jutról eszünkbe, amikor még fiatalként szolgáltunk a királynő testőrségében, és hol is táboroztunk? A troll hegy átjárónál? Mi? Ajjaj. Mi is volt ez? Ajjaj. Slime zombik jönnek elénk. Ilyen slime zombik. Testet öltenek. És már is támad, úgyhogy most meg kell küzdenünk velük. Troll fog. Mi mit mondtam? Na, itt vannak a zombi haverok. Én múltkor ezekkel beszívtam egyébként. És mindenki támad valahova. Hát, ha előrébb jön. Szerintem ide fognak csapni amúgy, de próbáltunk ide etekelni egyet, hát ha közelebb jönnek, de nem. Jaj, milyen támadásaik vannak. Most valami meg ide csap. Aha. Így. Itt, ha segint támad, én hátrébb jönnék esetleg. Jó, ez bejött. Egy dupla támadással azt ott, azt a mezőt bevédjük, és ő most megint csapni fog. Én megpróbálok ide támadni egyet, hát ha közelebb jön. Hát ez nem jött. Oppá, őnek is van ilyenje, és meg is lettünk mérgezve. Ez mód felett szomorú. De csak nem tud mindig itt támadni, úgyhogy szerintem csapjuk agyon. Ők most ide fognak támadni, ez érdekes. Igen. Hát egyet meg, ez a méreg volt, amit beszívtunk még az előbb. Hoppá! Ez eddig jó. Ő szerintem nem akar elrébb jönni. Na, egy közös csapás. Az értékei rosszabbak a miénknél, meg hát, ha ilyen nagyot dobunk, akkor nem lesz gond. Most szerintem ő vissza fog húzódni, úgyhogy jöjjünk egyet közelebb. Ez az. Egy. Hát sajnos ezt a mérget beszívtük. Tuk. 6 staminát vesztettünk, de találtunk 6 ilyen soul kristályt, vagy mi ez, lelket. Na, lerázzuk a vérüket a kardról, és körbenézzünk. Semmi érdekes nincs itt. Hiába jöttünk idebe. Úgyhogy innen csak ki tudunk menni. Hát nem minden szobában érdekesség és plusz cucc vár. És ráadásul... ráadásul meg is vagyunk sérülve. Együnk egy provisiont? Írjátok meg, hogy együnk-e egy provisiont, hogy jobb legyen az állapotunk, addig pedig én kigyalogolok innen. Na, vissza is értünk, és akkor itt tudunk tovább haladni erre. Nem tudom, mik ezek a kis zászlók. Szerintem az, hogy hol jártunk. Nem tudom, leszedi-e a mérgezést, szerintem nem, de a mérgezés az szerintem már elmúlt. Az arra a csatára volt érvényes, én úgy gondolom. Na, nézzük meg ezt a fazont itt.
Na itt hát igen, elérünk ide, és hát nyilvánvalóan ez itt egy őrhely. Itt az eredeti könyvből a rajz szépen kiszínezve. Ahol óvatosan oda megyünk, láthatunk egy orkot bőrvértben, amint ott rettenten éberen alszik az őrhelyén. Reméljük, hogy Zagornak minden egyes talpnyalója ennyire lazán veszi a szolgálatot. Ez lehet akkor a leggyorsabb kalandunk, amiben valaha részt vettünk. Van még életünk, ráérünk később is gyógyulni, oké. Okay. Óvatosan megközelítjük az orkot. Ahogy, mivel ő alszik, nem lehet gond az, hogy... Nem lehet gond, tehát fölébreszthetjük, és akkor talán megtudunk tőle valamit. Menjünk el Lábúj hegyen előtte, vagy ébresszük fel az orkot, és kérdezzük ki. Mit szavaztok? Kérdezősködjünk-e az orktól? Jó, akkor kérdezzük meg, mit tud ő. Aztán max csata lesz. Kicsit megbökjük, hogy fölkeljen. Fölugrik. A kardjáért nyúl. Amit egy jó érzett rugással elrugunk tőle. Alexandra Blacksand vagyok. A Kyklops szemét keresem. Fölismer minket az ork. Vagy legalábbis a hegyes kardunkat és a nagy vasvértünket. Nem beszél itt a kereskedő nyelvet. De az látszik, hogy semmilyen hasznos információt nem fogunk kiszedni belőle. Jól megkötözzük és felpeckeljük a száját. És hát akkor megyünk tovább, de legalább nem lett ebből baj itt. Szélesedik az alagút. Viszont a két legrondább szörnyedvény állja el az utat, amit valaha láttunk. Ilyen, mint a pikkelyesek lennek, egyébként kutyára emlékeztetnek, de ilyen borzasztó termetűek ott látható. Morog. És meg vannak láncolva egyébként. Orkhoundok. Orkvéreb. Morognak és kaparnak és mindenfélét csinálnak. Nem érhetnek el minket. De hogyha megpróbálunk elmenni mellettük, akkor viszont meg tudnak harapni. Már találkoztunk ilyenekkel egyébként korábban. Nem viselik gondjukat jól az orkok. Ettől eléggé vérszomjasak lesznek. Valamit kell velük kezdenünk. De valamit kell velük kezdenünk, mielőtt fölhívja az ork járőröknek a figyelmét, a morgásuk, meg ugatásuk. Na itt jön az, hogy adjuk oda nekik a húst. Jó. Akkor kajával megpróbáljuk elterelni a figyelmüket. Ismételten az iskolázottságunkra hagyatkozhatunk, arra emlékszünk, hogy könnyű elterelni a figyelmüket, például a Giant Aardwolf hússal. Úgyhogy nem a provisionünkből adunk, mint ahogy lehetne alapból, ha nincs nálunk, hanem azt, amit felszedtünk. És egyből rá is kapnak. Egy ideig birkóznak fölötte, amíg végül is félbe tépik, és nyam 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 nyam. Szépen visszamennek a barlangjukba, és most már mehetünk tovább. Úgyhogy elmegyünk szépen mellettük. Igen, megyünk tovább éjszakra. Jé, és itt van egy pad. Itt van egy pad, és itt azt ajánlja, hogy erősen ajánlott, hogy itt egy picit megpihenjünk. Mert ugyanis ezek szolgálnak mentési pontnak, és itt tudunk itt tudunk utána újra teremni, hogyha meghalnánk. Úgyhogy akkor pihenjünk.
és gyógyultunk is, hoppá, 5 stamina, úgyhogy megéri pihengetni. És jó, hogy nem is ettük meg a kajánkat. És akkor mehetünk is tovább. Balra van egy ilyen durván faragott ajtó. Oda bent valami lénynek a motoszkálását halljuk. Na mi legyen? Benézzünk ide, vagy haladjunk tovább egyenesen? Ajtó. Oké, na ez a jó, így tempósan írjátok, hogy mi legyen, akkor így lehet haladni. Na nézzük akkor az ajtót. Jó kis szoba. Egy kis büdös szoba van ott. Egy asztallal és gyertyával. És az asztal alatt van egy fadoboz. Igen, ez rizsa. Alvó helye az őrnek. És ott is ott alszik egy zöld bőrű lény, ork. Na vajon mi lehet a dobozban? Na megpróbáljuk ellopni az orknak a dobozát? Vagy inkább hagyjuk a dolgot annyiban. Jó, nézzük, lopjuk el a dobozt. Van, aki nézi a térképet? Egyébként, mert én nem tudom most nézni így közben. Már túl sok minden van a monitoron, na, lopjuk el a dobozt. Na, a szerencsénkre lesz szükségünk. Szerencsére elég szerencsések vagyunk. Méghozzá itt írja is, hogy szerencsések voltunk. Na és egy titkos kis rekeszkéje van a doboznak. Egy adag arany van benne. Van benne még egy kis egérke. Ami valószínű a házi állatkája volt a kis orknak. Találtunk 4 szuttyos aranyat. Elengedjük a egérkét, ami cincogva elszalad. És mehetünk tovább. Megint van ajtó. Bemenjünk, vagy menjünk tovább? Semmit nem hallunk, miután behallgatózunk az ajtón. Na nézzünk be. Egy kis szoba van itt is. Itt is van asztal. Gyertyával. Ez alatt is van kis doboz, önöknek van standard kis dobozja. Na, kinyissuk a dobozt, vagy menjünk innen inkább. Nem biztos, hogy mindig szerencsénk lesz ezekkel a dobozokkal. Csapda. Akkor ne nyissuk ki. Tovább. Jó, akkor ne nyissuk ki, akkor menjünk tovább. Na, itt akkor most igazából lehet menni éjszakra, ahol ott úgy látom ajtó van, meg aztán elágazás, meg lehet menni keletre, ami visz lefelé. Itt az a kérdés, hogy merre menjünk. Én keletre mennék, hogy, mert itt nagyon úgy néz ki, hogy északi irányba visz így hosszában a dolog, én bejárnám. Északra, keletre, ha még az én szavazatom is számít, akkor menjünk keletre. Szerintem majd visszatunk jönni ide. Az ajtót legalább nézzük meg. De nem biztos, hogy utána visszatudunk ide jönni. Szerintem nem fogunk tudni visszajönni ide egyébként. Menjünk el keletre. Menjünk éjszakra. Áj, de nagy kérdés ez. Kelet. Jó kérdés, mi lehet itt? Szerintem ide még vissza tudunk jönni. Nézzünk akkor keletre el. Mi van ott? Az igen.
Egy hatalmas nagy kamrához érünk. Na, átlakították egy ilyen edző, tréning hóla, edzőteremmé. De milyen zene van itt? Mindenféle ilyen edzőbábú van. És így gyakorlatoznak. Így gyakorlatoznak egymáson az orkok. Valószínű, hogy egy ilyen gyakorlatba futottunk bele. Na, hogyha a sarokban, vagy a szélén lévő árnyékban maradunk, akkor azt elvileg át tudunk menni észrevétlenül. A keleti végében van két ajtó. És félúton az északi falon is van egy ajtó. Ami egy ilyen kapu zárja le. Na, mit csináljunk? Ugye itt van ez a két ajtó, ott meg még egy ajtó. Itt meg van egy vissza valami út, ahol nem tudom, hol fogunk kijönni. Na, a lehetőségek, hogy ott az északin benézünk, az északi vasajtón, vagy elmegyünk az ajtókhoz a keleti részen, berontunk a terembe, és az összes orkot magunkra húzva halálunkig küzdünk, vagy visszamegyünk arra, amerről jöttünk. Ilyen választásaink. Lopakodjunk. Jó. Akkor próbáljunk lopakodni. Skillt kell tesztelnünk. 10-es a skillünk. Biztos jó lesz. Tehát akkor 10 alá kell dobnunk. Na, hajrá. Ne. Jó. Ez jó. Ez sikerült. Majdnem 12 lett. Ez jó volt. Akkor ellopózunk az orkok mellett szépen. Eljutunk akkor oda a túlsó részre, anélkül, hogy észrevennének. Az egyik ajtón egy ilyen pajzs van odatéve, míg a másikon pedig egy sisak. Szegény lények, a szemük olyan rossz, mint a fülük. Na, kinyitjuk-e a pajzsos ajtót, vagy nyissuk ki a sisakosat? Szerintem ezek itt valamiféle raktárak lesznek amúgy. Nem látszik semmi, hogy mi van mögöttük, sajnos. Szerintem menjünk sorba, úgyis mind a kettőt be akartok majd nézni. Úgyhogy nézzük ezt. Ez a pajzsos volt. Hopp, itt egy fazon, 2. Na, itt tűzég. Aha, itt egy kohó van bent ott a távolabbi részen, ott ég a tűz. Van egy hatalmas nagy ork előtte, viszont egy nagy kalapáccsal. És egy üllőn egy megrongált melvért van. Arrébb 2 goblin segédje is van. Az egyik nagyon figyel, ahogy a mestere javítja a dolgot. Viszont a másik pedig félelemmel pucolog a sarokban. Valószínűleg most lett megbüntetve. Elég meleg van itt bent. Nem biztos, hogy túl sok időt akarunk itt tölteni. Hol van, hogy belépünk, fölnéz a nagy vértes ork. Egy eléggé haragos arc kifejezéssel. És hát, meg kell vele küzdenünk. És ránk támad. Bizony. És mind a kettő kis goblin is ránk támad, mert hogy minden áron szeretnének gazdájuk kegyeiben járni. Hát ez nem sikerült. Na, megpróbálok ügyes lenni. Egyből erre jövök, mert ő lehet rám csap. Őszintén nem tud idáig elcsapni. Mit szólnátok? Megpróbálunk megint sunyiskodni. Jó, ez nem sikerült.
Ők oda nem tudnak menni, csak ide. Most csapni fognak szerintem. Mindegy, egy ilyen megelőző csapást ide azért. Á, oda kellett volna. Na most szerintem, hát... Csapjunk ide, mert vagy ott marad, hát ez nem jött be, vagy mozog. Jó. Adjunk neki... Menjünk hátrébb egy... Nem tudok hátrébb menni, be vagyunk szorítva. Adjunk neki még egyet. Hát ez nem volt. Nem sikerült. Ez ennyi. Az elmegy szerintem arra. Támadjuk ezt. Jó. Ha visszajönne, ide elhelyezünk egy... Nem. Majd most fog visszajönni. Nem. Hát akkor addig elvegyünk ezzel a... Nem vagyunk el az apró néppel. Na, 7-10. Ájjaj, de ennél lehetne jobbat dobni, mert így beszívjuk. Lehet erébb kéne jönnöm, hogy egyszerre csak egyel küzdjünk. Ez jó. És akkor ennek a kis... Már csak őt várjuk, hogy elrébb jöjjön. Ez az. Egyszer. Jó. Sajnos 2 staminát vesztettünk, de találtunk 6 lelket. Hát átkutatjuk, és 12 aranyat találunk csak. Úgy látszik, hogy ezt a mocskosorkot jól megfizették. Nincs itt más semmi, úgyhogy ki is megyünk innen. És akkor most jöhet a másik szoba, amit eredetileg szerettetek volna. Hát igen, ez a raktár, amit tippeltünk. Sokkal rosszabb cuccok vannak itt, mint amik rajtunk vannak, úgyhogy nem érdemes szétfosztogatni. Viszont, hogyha magunkra aggatjuk a cuccokat, akkor át tudunk lopózni orknak átszázva magunkat. Szerintem átszázzuk el magunkat, úgyhogy... Mit szóltok hozzá? Hát ha nem vesznek minket észre. Hát ha nem csökken a skillünk. Szerintem is jó, akkor... Nagyon büdös, annyira büdös, hogy magunkra aggatjuk, hogy szinte már majdnem elviselhetetlen. De hát meg lehet így téveszteni az orkokat. De sajnos a mozgásunk az rosszabb lesz, veszítettünk egy skillet. Na és akkor következő lépésünket tervezgetve, megnézzük-e az északi rácsajtót, vagy hagyjuk el ezt a training holt. Nézzük meg. Jó. Ajjaj. Nagyon el van a foglalva az orkok azzal, amit csinálnak. Nem is vesznek észre minket, ahogy itt a vasajtóval szórakozunk. Ajjaj. Mindenféle vas szerkezet ráaggatva, mindenféle ilyen ármorral meg egyebekkel. Becsukódik mögöttünk a kapu. És aktiválódnak ezek a tréningbabák. Már tanultunk ilyen építményekről. Mágia által vannak mozgatva. Azért, hogy edzék az itt lévőket. Na, ezt most végig kell csinálni. Orknak vagyunk úgyis öltözve, nagyon jó. Ezt a két cuccot kell lebírni, ahogy ezek itt mozognak majd. Elrébb jövök. Hát, ha nem kell egyszerre kettő. Ah, anyád.
Egynek annyi. Hát hátrébb jöhetek, de... Hát a taktikailag ez nagyon jó húzás lesz így. Na. De egy staminát így is veszítettünk, már csak 13 van. De ezeknek is volt lelke, érdekes. Na, megállnak, mivel levertük őket. És akkor most már nincs más hátra, mint elhagyni a helyet. Na, és nem azon a kijáraton megyünk ki, ahol eddig, hoppá, ahol eddig terveztük. Mert hogy azt reméljük, hogy ez majd mélyebben bevisz a... Hát, kimaradt az ajtó így. Hoppá. Pedig érdekes lett volna megnézni, hogy vajon ott mi van. Hát, sajnálom, Blaze. Így most kimaradt az ajtód. Na, itt merre menjünk? Én kb. Bevallom, hogy majdnem eddig játszottam, úgyhogy innentől már olyan ösvényen vagyunk, ami előttem is rejtett. Merre menjünk? Menjünk nyugatra, vagy keletre? Itt aztán valami lépcső lesz meg választás. Itt meg van valami ajtó. Én megnézném, mi van itt nyugatra. Szerintem. Az ott semmit nem csinált. 151 lelkem van már, egy picit játszottam a játékkal. Na jó, hát akkor én elmegyek balra, megnézve, hogy mi van ott. Mérges ordibálást hallunk oda bentről. Be akarunk oda menni? Vagy inkább menjünk vissza? A mérges ordibálástól. A fejemnél van ez a cetli. Nem tudni, hogy mi lehet oda bent, de ordítoznak. Na nyissuk, nézzük. Hinnye. Na, itt van egy ilyen nagy asztal, nagy székkel is, itt valami rangos valaki van. Itt van néha rangos valaki, aki éppen ruházza meg a kisebb, kevésbé rangosat. Igen, az történik, amit mondtam éppen. Korbácsolja megfelé, aki ott nagyon nyühög. Mi történt azzal a szegénynek a kezével? Úgy el van deformálódva. Megtámadjuk mindkettőt. Roncsunk rá az orkra, abban remélkedve, hogy a megvert szolgája majd segít nekünk, vagy hagyjuk itt a szobát. Na most ez eddig még sosem jött be, hogy majd a megvert szolgája segít nekünk. Tehát az jobban rettegett eddig minden játékban annál, mint hogy a mi pártunk rájön. Én mind a kettőt megpróbálnám leverni, mint vak a poharat, mielőtt még hátba szúr az a másik. Középső. Hát, megpróbálhatjuk, de eddig nekem még nem jött be ez, hogy majd a nyámvat mellénk fog állni. De próbáljuk meg, hát ha ki tudjuk kérdezni. Na tessék, ennyi. Tehát, ha hálátlan dög, minket támad meg. Nem áll, majd most? Hát nem, sajnos, kösz a semmiért. Achievementet legalább megszereztük. Na, ha folytassuk a csatát, de várjuk azért le őket, ha már ilyenek voltak szerintem. Jó ez, hogy úgy vannak mindig berendezve itt a kis harcterek, ahogy a... Legalább valamire emlékeztet a szobából. Na, és egyből ránk csap a disznó. Olyat adok neki. A kis nyamvatnak. Mondjuk nem ekkorát dobva. De, még így is.
Az meg csapja az asztalt. Mi van, ketté akarja szakítani? Ó, ne jövök ide. Ez az. Azt ketté csapta az asztalt. Annak annyi. És akkor itt pirokra kelhetünk a csávóval, aki még mindig nem olyan skilles, mint mi. Mondjuk azért dupla egyeket ne dobjunk már, léci. Szerintem ide fog jönni, úgyhogy... Nem. Haha, ez nagyon vicces volt. Csapjuk meg. Ajjaj, na mi van már? Vagy most bevittük ezt a találatot? Vajon ide fog jönni, mert ebbe az irányba néz? Nem. Tök tál kiszámíthatatlan. Ez a nyelvet. Gyere már ide, te hülye. Lehet, itt lehetett volna nagyobb taktikázni a csatánál, de... Na. Mennyit sérültünk? 2. 11-18-ból. Büdösek. Ezek is büdösek. Van ládájuk viszont. Megnézzük a ládát. Nagy tölgyfából van, meg vasból. És nagyon le van zárva. A fegyverünkkel csapjuk szét a zárat. És... tehát csapjuk szét a fegyverünkkel a zárat, vagy kimenjünk északra, vagy kimenjünk délre. Délre? Ah, mi? Ja, és itt van átjáró. Aha, akkor úgy látszik, hogy mégiscsak ki tudtunk volna jutni. Aha, tehát akkor az oda vezet. Akkor mégiscsak megvan a hiányzó ajtó. Adjunk neki. Jó, gondolom ez a ládára vonatkozott, úgyhogy akkor... Nem volt megfelelő az áru, úgyhogy sikerült szétcsapni. Egy csomó arany van benne, nagyon sok arany van benne. De van még egy kicsi fekete üvegcse is valamelyik sarokban. Úgyhogy... Egy halk kis kattanást hallunk, ahogy ott állunk a kincs fölött. És fájdalmat érzünk, ahogy egy kis, ilyen kis nyilacska röpül felénk, és hasba talál. -3 stamina. Ezt nem lehetett volna elkerülni? Lerogyunk a földre. Önként választom, hogy lerogyok a földre. Kihúzzuk a kis nyilacskát, és bekötjük a sebet. Némileg megkönnyebbülünk, de még mindig gyengének érezzük magunkat. Na, de legalább tovább vizsgáljuk a ládát. Hát, ha jön még egy ilyen. És megvizsgálhatjuk most már a kis üvegcsén a feliratot is, ami azt mondja, hogy láthatatlansági bájital. Egy dózisra elegendő, és 25 aranyat találtunk. Elvigyük magunkkal a butulkát? Szerintem vigyük. Ez nem is kérdés. Valamikor még jól fog jönni. Jaj, de jó lehet pihenni. Már pont kérdezni akartam, hogy mikor lehet már pihenni. Meglátjuk, mennyi staminát kapunk. 5-öt. 13-18 kb. És akkor keletre, északra folytassuk az utunkat, vagy... Vagy menjünk tovább délnek. Szerintem nem is sok értelme délnek menni, északnak kellene menni. Kelet, ki mondott itt keletet? Északra kellene menni. Meg aztán azt is fölteszem kérdésnek, hogy majd... Együnk-e egy provisiont így 13/18-al, vagy az még ráér? Észak. Jó, akkor menjünk északra. És akkor itt meg hát csak kelet felé tudunk tovább sétálni. Tuff! Na, lehull a lepelés az oszlopok. Jó sok látható ott előre felé menet. Ott van egy őrcsávó. Meg sok-sok ajtó. Úgy látni. Erre felé pedig egy ajtó. Mit szólnátok, hogy megnéznénk ezt az egy ajtót? Később együnk. Jó, akkor szerintem ti is azt mondják, hogy nézzük meg, hogy itt mi van. Legalább behallgatunk. Igen.
Itt valamilyen ilyen tálaknak és edényeknek a csörgését halljuk, hallunk meg valami murmogást. De bárkik is vannak benne, sokan vannak. Na, benyissunk ide, vagy inkább ne nézzünk be ide. Ahol murmognak és edények vannak, ez biztos itt valamiféle étkező lesz, vagy ilyesmi. Tettem fel egy képet, nemrég, az új Atari szerzeméről, és valaki egyből kiszúrta a képen ezt a kis kibefordítható polipot. Mondom, mindig meglátják a lényeget. Azt mondja, együnk mi is. Jó, ahogy gondoljátok, ehetünk mi is. Akkor egy provisiont felhasználunk. Na, 17 per 18, ez így jó lesz. És akkor gondolom, szeretnétek, hogy benyissunk oda. Bár szerintem a konyhában nem sok hasznos dologot fogunk találni. Most már mindegy, most már ettem, te mondtad. Vigyázzatok azzal, hogy mit írtok. Na, benézzünk ki, hogy együnk mi is, arra gondolt, hogy nézzünk be. Jó. Aha, itt azért vannak fazonok. Hatalmas egy oktatásunkból rájövünk, hogy ez egy étkezde. Fantasztikus. Az orkok lerombolták, de azért... És a saját... kényük kedvére használják. Nagy. Öt ork van. Fünf ork. Mindig beszélget, rág, minden. Gusztustalan patkányt. Már harcoltam orkokkal korábban. Hárommal egyszerre, de öttel. Szerencsére még tudunk választani, hogy most minden megküzdjünk. Használjuk azt a jó kis álcánkat és elsétáljunk mellettük, vagy inkább menjünk ki. Most erre biztos, hogy dobat egy lakot vagy valamit. Úgyhogy mit szeretnétek, hogy mi legyen? Én nem kapáloznék azért, hogy itt most nagyon harcba keveredjünk az öt orkkal. De ti tudjátok. Sétáljunk. Na el, vagy mellettük. Nem fog bejönni. Öt ork. Az nagyon büdös. Öt. Meg fogunk halni. Öt. Jaj. De hova? Nincs is itt semmi érdemleges. Ott van egy ajtó, biztos valami kamra. Meg ott még egy ajtó. Na jó. Ha már van álcánk. Na, test your luck. 8-as. Két kockával. Hét. Ez jó, de csökkent is egyből, ugye, hogy megszoktuk ebbe a játékba. Meggyőzően orknak nézünk ki. Elérjük a keleti részét a szobának. Három ork van a közelben, és ott messze van a kimenetel. Nyissuk ki az északi ajtót. Nyissuk ki a keleti ajtót. Menjünk be a déli ajtón. Vagy menjünk ki a francba, hagyjuk az egészet. Ez itt a kérdés. Melyik ajtó legyen? Délen is van ajtó. Északi ajtó, ott van keleti ajtó. Ott van, és szerintem még itt is van egy ajtó. Déli ajtó? Hát nekem aztán annyira mindegy. Legyen a déli ajtó. Raktár. Semmi. Kanalak, tálak, egyebek. És aztán egy ilyen öltöző szekrényen vagy min találunk egy bőrtokot. Amiben egy íj lesz valószínűleg. Nyissuk ki! Egy csodálatos íjat találunk, és egy ezüst nyilat. És azt mondja a tokon lévő írás, hogy... Ez megadja az alvást azoknak, akik sosem tudnak.
Wow. Ez jól néz ki. Ez jó volt, ide bejöttünk. Elvisszük, hát hogy ne? És akkor ki is menjünk. És a lakunk is visszajött. Ez király. Na most nem tudom, hogy ti mit mondtok, de szerintem behúztuk a három lehetőségből az egyetlen jót. Szerintem a másik kettő mögött vagy baromság lesz, tehát nagy semmi, vagy pedig harc. Úgyhogy nem tudom, ti mit szavaztok. Én nem nyitnám ki, a teljesség igénye véget kinyitogathatjuk, és akkor max meglátjuk, hogy igazam lett volna-e. Lépjünk le. Lépjünk. Jó, akkor megyünk. Akkor ezt most nem nyitjuk ki. Kár, hogy nem lehet menteni, olyan kíváncsi lettem, de szerintem ezzel biztosítják a játék újrajátszását, hogy játsszál még vele, hogy megnézd, hogy ott mi volt. Na jó, akkor menjünk. És akkor itt vagyunk, és megyünk északnak. Kör alakú dungeon szoba van. Kettő ajtó az északin, kettő ajtó a keletin, kettő a nyugati falon. És aztán viszont kifelé északra az út tovább. Az első ajtót, figyeljetek, az első ajtót a jobb oldalon gyakran használják, és hogy oda tesszük a kulcsukra a fülünket, azt halljuk, hogy egy ember sikítozik oda bent segítségért. Mielőtt eldöntenénk, hogy mit csinálunk, ráhallgatunk a másik ajtóra is. A második ajtó mögül. Kopogást hallunk, és azt mondják, hogy haló, haló, nem vicces, nyisd ki az ajtót. Az első ajtó a bal oldalon, nagy vasból van. Megkínzottak sikolyát halljuk bentről. A barla második ajtól pedig nem hallunk semmit. Itt az a véleményünk, hogy a küklop szeme nem valószínű, hogy egy ilyen kazamata cellában van, de sosem lehet tudni. Na, akkor azt mondtátok, hogy segítsünk a csávónak. Az első ajtó volt jobbra. Úgyhogy akkor nézzük azt. Na, ez sem áll le a szoba. Hány ingert keltő büdös van bent. Tele van csonttal, meg rothadó zöldséggel. Ott van egy öreg ember. Rongyokba csavarva. Ránk ront, sikítva. Sajnos. Ójjaj. A szakálla hosszú és szürke, ősz. Egy régi széklábat lobogtat. Én erre emlékszem ebből a könyvből. Egy picit már megvan örülve, úgy látszik. Vagy ez valamiféle csapda volt? Megpróbáljuk lenyugtatni? Hát gondolom. Próbáljuk meg lenyugtatni az öreget egy picit. Szabad vagy! Rákiáltunk. De arcon csap bennünket a széklábbal, kettő stamina mínusz. De azt hiszi még mindig, mivel rajtunk van az a rohadt álca, ugye a rohadt álca, hogy az orkok egyike vagyunk. Gondolom itt a könyvben volt egy ilyen, hogy hogyha rajtad van az ork álca, lapozz oda, hogy pofán vernek, ha meg nincs rajtad az ork álca, akkor nem, megtaláltam a nyilat. Erre most nagyon kíváncsi vagyok. A rajzról könnyű beazonosítani a fazont, gondolom én. Mielőtt pofán nem csapom. Csak négy oldalanként rajz van. Nehéz megtalálni. Itt van az alvó. Ork, itt a... Még a padról is van rajz, ahol egyszer megpéltünk. Na, megtaláltam.
Na, megtaláltam. 263, amikor rákiáltunk. És... itt sokkal hosszabb szöveg van. Érdekes. Itt ennél sikerül vele beszélnünk. Kezet rázunk, és még szerencsepontot is kapunk. Megváltoztatták a sztorit. Itt, hogyha orkézé van, cucc van rajtad, nem áll veled szóba az öreg, és 2 staminát, meg egy széklábot kapsz a hasadba. Nem volt átsza a könyvben. A könyvben mindenképp sikerrel jársz, lecsillapítod és beszéltek vele. Hát itt nem, itt belenyúltak a készítők. Ez durva, tök jó, hogy egy új játékot kapsz, nem csak egy könyv átiratot. Ezt most direkt megnéztem, kíváncsi voltam, ez király. Szegény öreg. Hát ezt keresztül szúrtuk. Bárcsak ne viseltük volna azt az álcát, akkor nem ingereltük volna ezt a szerencsétlen embert ilyen hirtelen támadásra. Úgyhogy benne volt a játékban. Úgy kell neki. Na, akkor ugye volt a második ajtó, ahol mi volt? Elfejtettem, mi volt. Ilyen kopogás, hogy haló, haló, nyisd ki, haló, nem vicces. De azt szerintem valami ide tartozó valaki és ránk támadna. De viszont orkruhában vagyunk. Aztán van a kínzó kamra, amit ki tudunk nyitni, meg van az üres, ahol nem hallottunk semmit. Mit szeretnénk csinálni? A te aiváson kívül. Kérdezzem, mielőtt támad, majd legközelebb meggondolja, nem lesz legközelebb, lecsaptuk. Na, jobb oldali ajtó, ahol kopognak, hogy haló, haló, vagy kínzókamra, vagy csendes szoba. Hova szeretnétek, hogy betekintést nyerjünk? Ott meg az lesz majd az út tovább. Valakit ide bezárhattak, aki kínzókamrába. Jó, nézzünk be a kínzókamrába. Nincs bezárva és kinyílik. Igen, kis kínzókamra. Különböző kínzóeszközökkel a falról. Két púpos goblin. Egy törpöt kínoznak. Jöde van kötve. Szurkálják és vagdossák kardokkal. Majd éppen most leheli ki a lelkét a törp, becsukva a szemét. Csalódottak a goblinok. Dühösen ránk néznek, mint hogyha a mi hibánk lenne, hogy meghalt a törp, vagy kinyúvott. Nem engedhetjük, hogy ilyen barbarikus tettekkel meglógjanak a goblinok. Hát meg kell velük harcolni. Ott van a szegény törp, a bábúja földölve. De jó minél, hogy a tetőről még csöpög is egy-egy ilyen izé. Na, hát valahova, csapjunk oda, valamelyik oldalra. Hát ez nem jött be. Jó. Én idébb jövök, és akkor nem két csapást fogunk bekapni. Ez így jó volt. Szerintem ő megint ide akar majd jönni, úgyhogy ez eddig jó. Nézzük hát, ha erre jön. Talán majd most. Igen. És még egy csapással, nem? Hát akkor a következő nekem, amikor ide jön mindjárt. Gyere, gyere! Gyere, ne félj, gyere! Ez az. Na, ez jó volt.
levágjuk a törpét a békjóból, utolsó leheletével kinyitja a szemét, fölleheli a szempilláját, ránk néz, aztán lefelé. Újra becsukodik a szeme, és utolsó leheletét is kileheli, de már nem nyitogatja a szemét. Lefektetjük a halott törpét. Mit csinálunk? Átkutatjuk a törpét, vagy átkutatjuk a goblinokat? Hát én a törpét minden körülmények között átkutatnám, nála jó dolgok lehetnek. Nincs sok időnk, mielőtt, hogy át tudjuk kutatni a törpét, mielőtt engem észrevennének, vagy a goblinokat hiányolnák. Kutassuk át a szakállát, a tunikáját, vagy a lábát. Szakállát. Jaj, de jó, gyorsan írtad. A törp szakállát. Jó. Fölkiáltunk meglepetésünkben. Van egy kis erszénye a szakállában. Arany van benne. A törpnek sajnos már nincs szüksége tovább rá. És akkor ki is megyünk innen. Hát itt ennyit tudtunk tenni. Remélem megtaláltuk az egyetlen tárgyat, amit lehetett. Na, van még két ajtó. Van egy, ahol valaki kopogtat, akit bezártak oda, meg van egy csendes szoba. Melyiket nézzük meg? Ez jó volt. A csendeset. Jó. Az volt a bal oldalon. Ez se volt bezárva. Na, ez itt a fegyverraktár. Fáklyák vannak a falon. Megvilágítják a szobát. Mindenféle pajzsok. Mi ez már? Sisakok, tűrök, minden van itt. Jó, szép ezek a rajzok kiszínezései. Ott van egy kerek, nagy, aranyszínű ilyen pajzs távoli végében. Mivel mi nem használunk pajzsot, ez nekünk értéktelen. Gondolom, kutassuk át a szobát. Hát a fegyverek azért életlenek és értéktelnek. És rozsdásak és betörtek a sisakok. Megvizsgáljuk a melvértet a polcon, bármi haszna van-e. De nincs semmi normális dolog, úgyhogy sajnos ez nem volt szerencsés. Megnézzük még azt az egy maradék ajtót, vagy menjünk tovább. Élettel jól állunk, szerintem eddig sikerült ügyesen harcolni. Mert hát, ha ki tudjuk kérdezni azt a valakit. Jó, nézzük. Akkor nézzük ezt. Ah, de jó lesz, de jó lesz! Látjátok azt. Egyre hangosabb. Gyerünk, Nink! Engedj ki, kelj föl! Ahogy kinyitjuk az ajtót, egy pánikba esett goblint látunk, akit egy borzalmas kinézetű kreatúra közelít meg éppen. Slime Beast. Na még egy. Futás. És ránk ront. És becsatlakozik még a Slime Beast is. Kinyitva nagy száját. Ez a ragyogó. De hát erre számítottunk kb. Én ide jönnék. Hát, ha ők itt maradnak, és egyszerre tudok rájuk csapni. Nem, de legalább. Na, hátra-hátra megy, most egy ilyen, ilyen hosszú csapást megejtek. Így van, legalább sikerült megcsapni. Most viszont ide csapnék, hát ha jön ide valaki. Nem, de az anyját mekkorát támad. Nem, ám, mi van, megmérgeztek? Ez elég szomorú így. Innen kijövünk, mert hát, ha megint duplát csap. Ez egy... az anyád mindenit. Hű, ez nem jó.
harcban még mindig jobbak vagyunk. Igen. Az ott majd megint duplát csap. Ez szerintem elvonul valahova, de azért... Na most... Most ide senki nem fog jönni. Próbálunk ide csapni egyet. Ő a veszélyesebb. Na. Nem áll. De az így is lenyomtuk. De az a méreg az nem kellett volna. 10 staminát vesztettünk ezen az ügyön. Ó, de egy... minül? Egy kék gyertyát találtunk. A sötétben még jól jöhet. Betettük a táskánkba. És akkor hát most már csak egyenesen tudunk tovább menni. Együnk esetleg? 5-ön állunk, ami nem olyan biztató. Én ennék. Kaja, ja. Oké. Együnk meg még egyet. Maradjunk 13-on, aztán majd kiderül. Vagy együnk még. Mindjárt, majd megírjátok. Vizet hallunk elől. Itt van egy ilyen belépő elől, ahova be lehet menni, de égett. Portkulisz az egyáltalán, vagy kiszögelés, valami ilyesmi. De át kell menni a hídon. Ami egy... Ennyi elég a kajából, köszi. Ami egy ilyen folyón ível át. De lehet, hogy ilyen csatorna. Legalábbis a szaga alapján. Egy ilyen kis lény mellett megyünk el. Ami még csúnyább az eddigi orkoknál. Tiszteleg nekünk a goblin. Amennyire intelligens legalábbis, ahogy elmegyünk mellette. Na, az ork cucc az hatott. Zagor's finest. Találkoztunk Zagor legjobb szolgájával. Elhagytuk, megkaptuk az achievementet, elhagytuk álcával az ork barakkot. Átmegyünk a hídon. Már nem lát minket az őr. Már elegünk volt abból, hogy orknak nézünk ki, és orkszagúak vagyunk, úgyhogy ledobjuk az álcát. És a skill pontunk visszanőtt szerencsére. Haha, ezzel mellett elmentünk. Na, átértünk a hídon. Nem, Porkulisz az csapóajtó, rájöttem, blokkolja az utunkat. És hát betörni sem lehet valószínűleg. Erre is emlékszem a könyvből, az előbb láttam a rajzot. Vannak ilyen kalantyúk. Igen, tehát 2 kar van jobbra a falon. Abban reménykedünk, hogy bármelyikük fölemelheti. Na, melyiket húzzuk meg, a balt vagy a jobbat? Kinézzem a könyvből, srácok. Mit szóltok hozzá? Hogy valami hasznát is vegyük a könyvnek. Á, pont megtaláltam. Itt is van ez a dolog. Jobb oldali kar, bal oldali kar. 128. A jobb oldali. Az nyitotta, a jobb oldali nyitotta, és a másik mit csinál? A másik pedig... Az pedig csapda. Viasszal bevont kortpenge. Na, akkor ti is azt mondtátok, hogy a jobbat húzzuk meg, úgyhogy... Akkor tegyük ezt.
megremeg a talaj, és fölemelkedik a csapórács. Szépen tovább sétálunk, hallgatózva. Ez kicsoda. Egy rémült fiatalember fut belénk. Ilyen rúgnás ruha van rajta. Pánik van a szemében. De nem ér ennyit a tanulás, ennyi veszélyt. Semmi, nem számít, hogy mekkora a jutalom. Na, lenyugtatjuk és elkezd beszélni. Az ő neve ilyen, a fehér. Fehér ilyen. Egy szerencsétlen ilyen akolítus, aki a varázslat iskolájába szeretné bebocsátást nyerni. Az elemek tesztjén elbukott, úgyhogy nem sikerült így neki. Vajon tudja, hol található a szem? Zagorról kérdezzük, az iskoláról kérdezzük, vagy a szemről kérdezzük? Hát kérdezzük a szemről, gondolom, azt akarjuk megtalálni. Szemről, jó. Ez is félelem önti el, amint említjük a szemet. Igen, ismeri a szemet, amit keresünk. A Kyklopshoz tartozik. Ami pedig azon a részen, a keleti részen lakik, mármint abban a részében, ami a tört csarnokokból megmaradt. Menjünk tovább, kövessük ezt a járatot, és bármi történik, mindig kelet felé menjünk. Ott meg fogjuk találni. Mutat az ösvényre, és el is rohan mellettünk. Megpróbáljuk elkapni, hogy több kérdést tegyünk föl, de becsukódik az ajtó. Nincs értelme tovább üldözni. Menjünk keletre. Na, megvan, hogy merre van. Ez jó kérdés volt. Hát mit más kérdeztük volna, hiszen ez kell. És akkor keletre megyünk tovább. És itt van egy ülőke. Na, azt mondja, hogy... Elágazáshoz érünk. Ami északra vezet. És keletre pedig egy ilyen nagy hidat látunk. És itt van egy hely, ahol meg tudunk pihenni. Ahol érdemes is megpihennünk. Kapunk 5 staminát, maxon vagyunk. Úgyhogy... Már közel kell, hogy legyen a szem. Menjünk is tovább. Viszont most pihentünk. Úgyhogy, és az idő is elég jól eltelt. Most itt leültünk, pihentünk, újra mindenből maxon vagyunk, szerintem nagyon jól állunk. Én arra gondoltam, hogy itt hagyhatnánk abba. Most úgyis átjutottunk egy nagy részen, az ork börtönön. És akkor legközelebb innen folytathatjuk a játékot. Remélem tetszett. Legyetek szívesek, nyomjatok rá a like-ra majd a videónál, hogyha szeretnétek, hogy folytassuk. Kb. 10 like, és akkor nekem jó, akkor ezt fogjuk tudni folytatni. Azzal jelzitek, hogy érdekel benneteket a sztori folytatása. Továbbá írjátok meg a véleményeteket a játékról magáról. Mennyire tetszik nektek ez a háromdimenziós adaptáció? Ezt élvezitek jobban, vagy a hagyományos lapozgatós, sokat olvasósat.
volt új év alkalmával 2 nyereményjáték itt az oldalon, a Capitan Gaming Facebook oldalon. Az egyikben programozni kellett, annak kitoltuk az idejét, úgyhogy most még vasárnapig, holnapig, aki szeretne örök naptár programot beadni, az még megteheti és megnézem. 3 program már érkezett nevezetnek. Jók, úgyhogy örülök neki, hogy sikerül megmozgatni egy-egy kis programozással a népet, a nézőket. És hát ugye Commodore-os naptárat lehet nyerni, idei évi Commodore-os naptárat, aki ad be programot, és a legszínvonalasabb, legnívósabb programot ő adja be, illetve hamarosan sorsolásra kerül a másik, az Amiga naptár nyertese, azok között, akik játékról adtak be, posztoltak be képet, hogy ők játszanak. Most volt, aki indirektben, aztán egy vagy két nevező volt, aki a poszt alá posztolta be, őket biztos vissza tudom keresni. Voltak, akik csak képet posztoltak be más oldalra, mondtam, hogy nevezzenek, de aztán nem küldték el, őket nem érdekelt. Úgyhogy közülük fogok sorsolni, idei évi Amigás naptárat fog nyerni a nyertes. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hogyha érdekel ez, akkor feltétlenül nyomjatok a like-ra, hogy tudassátok velem, hogy szeretnétek, hogy ezt folytassuk, illetve lesz szavazás a Capitan Gaming Facebook oldalon, meg az előző videón is, ott a kis kártyák között ott fönt lehet szavazni, hogy a következő magazin műsor miről szóljon, arcade játékokról, vagy ott felsoroltam még néhány házi konzolt, hogy már mindig csak mikroszámítógépek vannak, legyenek már házi konzolok is. A Capitan Gaming Facebook oldalon, vagy az előző videónál, legyetek szívesek a 87-es arcade videónál, szavazzatok, hogy milyen platformon szeretnétek majd a következő műsort valamikor, amikorra összeállítom az anyagot hozzá, és megnéztem a játékokat. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, és ha tetszett, akkor nézzétek meg az eddigi videókat, itt majd mindig találtok linket egy-egy retrós videómra, amiből kimaradhatok, hogy addig is, amíg legközelebb, vagy jövő szombaton, vagy nem, valamikor lesz adás, majd gyarapodjatok még egy kis ilyen retrológiával. Ez még nem retro volt, csak annyiban volt retro, hogy olvasgatós könyvből csinálták, de én szeretem megnézni a régi vonatkozású új dolgokat is. Úgyhogy mindenkinek még egyszer köszönöm, hogy itt volt, és legközelebb találkozunk. Én pedig lehet neki is állok ennek, vagy legalábbis megnézek egy-egy utat, hogy merre is mehettünk volna. Sziasztok!